Afrika irányából érkezett térségünkbe az a melegfront hatás, amelynek hatására több helyen megdőlhet az országos hőmérsékleti rekord is. Erős az UVB sugárzás is. Így jeleztek mára a meteorológiai szolgálatok. Sokat nem tévedtek, majd 40 fok volt Sárospatakon is. A meleg miatt akár csak az elmúlt hétvégén ezúttal is sokan menekültek ki a strandra. A fürdőzők között volt, akivel csak futtában tudtunk beszélni a melegről. Volt, én ettől melegebben is. Igen? Én dolgoztam Angliába. Akkor 45-50. Csak az nem olyan volt, mert a szárazra volt, mert volt párás, úgyhogy jobban kilepett a bérünket. A strandon vízben is elviselhető az afrikai meleg is. Az enyhülésre sokan választották a végadó fürdőt az elmúlt napokban is. A fürdő vezetése örül a kánikulának, bíznak abban, hogy tartós lesz a jó idő, és sok vendéget fogadhatnak a következő napokban is. A hétvégén a nagy melegnek megfelelő létszám volt a fürdőben, a hasonló árbevétellel, mint az előző forró hétvégék. Reméljük, hogy a hosszú hétvége után is nagyon jó árbevétellel és vendéglétszámmal fogunk tudni számolni. A vendégek reméljük, hogy nem riasztja el őket a nagy meleg. A Sárospataki strandot szinte megszállták a fürdőzni vágyók. A medencék közti utakon hömpölyög a tömeg, a vendégek csak jöttek és jöttek. A mai napot augusztus 6-át jósolták az idei év legforróbb napjának. Nem csoda tehát, hogy a Sárospataki végardó fürdőnél tömve van a parkoló, és a medencékben is szép számmal lubickolnak, hűsölnek. A környéken több szabad vizet is találni, azonban nem érdemes a belépő árán spórolni, mert a strandokon medenceőrök és elsősegély nyújtó hely is van, míg a szabad vizeken egyrészt tilos, másrészt veszélyes a fürdőzés.